turisztikai beruházás, 4 milliárd forintot fordítanak, örökség turisztikai beruházásokra megye szerte. Megújult óvodák, 700 millió forintból korszerűsítettek 7 köznevelési intézményt Nyíregyházán. Top 100, idén is megrendezték Nyíregyházán a megye meghatározó gazdasági szereplőit bemutató Kelet-Magyarország Top 100 rendezvényét. Mintegy 4 milliárd forintos turisztikai projekt indul a megyében, többek között erről is döntött a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés Tarpán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 3 fő alá csökkent a Jobbik frakciója a megyei közgyűlésben, így Sesták Oszkár elnök megszüntette azt. Foglalkoztatási beszámolót is elfogadtak a képviselők, és egy vasúti probléma megoldási javaslatát is megfogalmazzák a jövőben a megye vezetői. Új helyszínen, Tarpán ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. Még októberben Lipők Sándor, a Fidesz frakció vezetője javasolta, hogy ne csak Nyíregyházán találkozzanak, így első helyszínként a tarpai II. Rákóczi Ferenc művelődési házat választották. Egy magyar-román pályázati program keretében az Izidor című projektet is elfogadta a közgyűlés, amelynek keretében örökség turisztikai beruházásokra tudnak mintegy 4 milliárd forintot fordítani a megyében. Kedvezményezett a megyei önkormányzat és a megyei fejlesztési ügynökséggel, illetve a megyei önkormányzati hivatallal együttműködve fogjuk ezt a projektet megvalósítani. Ebben van több mint 10 templomnak, középkori műemléktemplomnak a felújítása. Több mint 1 milliárd forint értékben van, Gyírbátorban egy történelmi sétányfejlesztés, de vannak szabadidős és más egyéb olyan turisztikai fejlesztések, amelyek turisztikai attrakciót és turisztikai vonzerőt jelentenek a megyében. Közösségi házak felújítása, építése szerepel a programban, tehát egy nagyon szerteágazó turisztikai örökség, turisztikai projektről van szó. A megyei munkaerőpiaci helyzetről és a közfoglalkoztatás helyi feladatairól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának osztályvezetője tájékoztatta a közgyűlést. Nagy Ervin beszámolójából kiderült, bár javult a megyei munkanélküliségi ráta, és jelenleg 8,7%, még mindig az országos átlag alatt van. A közfoglalkoztatási létszám közel 22%-kal csökkent. A programban résztvevőket egyre inkább próbálják visszaterelni az elsődleges munkaerőpiacra. A közgyűlésen többek között Vásáros Namény polgármestere is jelezte, hogy a településen is csökkent a közfoglalkoztatottak létszáma. Amíg 3 éve 530 fő vett részt a programban, addig idén már csak 270. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nagyobb foglalkoztatók meglátták azt a lehetőséget, és megérezték annak a súlyát és jelentőségét, hogy a közfoglalkoztatásból idény munkára ki tudnak hívni embereket, olyan embereket, akik magasabb szinten akarnak dolgozni, magasabb bért szeretnének keresni. Épp azért kiemelt ebben az Austria Juice, amely cég 30-40 főt is kivisz szezonban, és ilyenkor a téli időszakban pedig visszaengedi úgymond őket a mi hatáskörünkbe, és ezáltal ők az önkormányzatnál dolgozhatnak. Nagyon érdekes helyzetben van ez a térség, Tarpa, Vásáros, nem a Beregi vidék, hiszen a munkaerő hiány és a munkanélküliség együttesen van jelen. A közmeghallgatáson Lintényi Levente, a Máté-Szalka Debrecen vasútvonal állapota miatt kérte a közgyűlés segítségét. A 78 km hosszú szakaszt ugyanis több mint 2 óra alatt lehet megtenni a vasút használatával. Ez pedig hátrányos azoknak a munkavállalóknak, akik naponta ingáznak a 2 település között. Sesták Oszkár közölte, hogy a MÁV legutóbbi beszámolójából kiderült, hogy bizonyos szakaszokon 50 éves fejlesztési hátrányban van a társaság. Tilki Attila képviselő a kormány álláspontjáról azt nyilatkozta, hogy a fővonalak korszerűsítése után azokat a kisebbeket fejlesztik, amelyek a munkaerőpiacot segítik. Ez egy valós probléma, amelyet felvetett a fiatalember, aki megjelent Máté Szalkáról. Ezért szerintem a valós problémával a megyei közgyűlésnek érdemes foglalkoznia, és én azt kértem a közgyűlés vezetőjétől, hogy most ne rögtönözzünk, de egy következő ülésre hozzanak egy olyan javaslatot, amelyben ennek a problémának a megoldására mi, mint közgyűlés, kezdeményezést teszünk az erre illetékes MÁV felé. A második dolog is legalább ennyire fontos, nevezetesen az, hogy
mivel itt elhangzott a kérdés feltételénél, hogy Debrecen és Budapest között nem sokára 160 nap fog közlekedni a vonat, szerintem legalább annyira fontos nekünk azt is el kifejeznünk, hogy ne csak Debrecen és Budapest között közlekedjen 160-nal a vonat, hanem legyen Nyíregyháza is bevonva ebbe a bizonyos gyorsvonati közlekedésbe a jövőt illetően. Seres Magdolna kilépett a Jobbikból, így három fő alá csökkent a párt képviselői létszáma. Ezért a szervezeti és működési szabályzat értelmében Sesták Oszkár elnök bejelentette, hogy megszűnt a Jobbik frakciója a megyei közgyűlésben. Számomra, mint megyei elnök számára ez annyira nem volt meglepetés, hogy ez be fog következni. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy a frakció életében jogilag egyetlen egy változás van, hogy ha az SMS-t szigorúan vesszük, akkor nem kérhetek napi rendelőtti felszólást. De ugyanakkor azok a problémafelvetések, amik eddig az elmúlt jó néhány évben elhangzottak a Jobbik részéről, azok most is megjelenítésre fognak kerülni, akár általam, vagy akár Ifjúföldi István kollégám által, és tovább folytatjuk a munkát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés összesen 14 napirendi pontról vitázott és döntött a decemberi ülésükön Tarpán. Az óvodai ellátás minőségének javítását, illetve a kisgyermeket nevelők munkavállalásának és a családok támogatását szolgálta az az óvodafejlesztési program, melyben Nyíregyházán 700 millió forintból újult meg 7 köznevelési intézmény. A városban az a cél, hogy a település valamennyi önkormányzati fenntartású bölcsődéje és óvodája modern környezetben várja az odajárókat. A kormány is kiemelten segíti a nevelési intézmények felújítását. 120 milliárd forintot különítettek el azok fejlesztésére. Új tornateremmel is bővült Nyíregyházán a Búza Szemnyugati Óvoda székhely intézménye, de emellett energetikai korszerűsítéseket is végrehajtottak a nevelési intézmény épületén, megtörtént annak akadálymentesítése is, valamint felújították a mosdókat is. A Búza utcai óvoda mellett 700 millió forintból 5 másik nevelési intézmény is megújult egyidejűleg a megye székhelyen. Ez szerves része annak a programoknak, amit már 2011-ben elkezdtünk, és azt tűztük ki célul, hogy látva az óvodák, bölcsődék, intézmények állapotát, fel kell újítanunk belátható időn belül az összes. Időarányosan jól állunk, hiszen most ebben az évben 6 óvoda, 3 bölcsőde és egyébként 4 iskola felújítására is sor került, és már ki van írva a pályázatunk, sőt jövő héten az ajánlatok érkeznek arra, amit a következő évben szeretnénk folytatni, azaz további 8 óvoda és 1 bölcsőde felújítását. A kormány számára is fontos, hogy a nevelőket és a gyermekeket modern és méltó környezet várja a bölcsődékben és óvodákban, mondta az átadón a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Benede Attila kiemelte, a nevelési intézmények fejlesztése éppen ezért különösen fontos számukra. Az nemzet jövője szempontjából a legfontosabb az, hogy a gyermekeink fejlődése, oktatása, tanulása, élelődése az megfelelő helyen, megfelelő szinten és színvonalon történhessen. Ehhez az elmúlt esztendőkben és még a következő években 120 milliárd forint forrás különített el a kormány bölcsődék és óvodák fejlesztésére, építésére, korszerűsítésére, ami azt hiszem, hogy méltó környezetet tud adni ahhoz, hogy a gyermekek tényleg a lehető legjobb körülmények között, legjobb higiéniai viszonyok között tudjanak először élelődni, beszokni a csoportokba, aztán pedig tanulni és fejlődni. A gyermekeket ellátó intézményrendszer fejlesztését azért is támogatja a kormány, mert céljuk, hogy a gyermekeket nevelő szülők egyszerre választhassák a családot és a munkavállalást. Ismét a jövőnkről döntünk, hangzott el a Fidesz sajtótájékoztatóján. Az új nemzeti konzultációs kérdőív a családok védelméről, a magyar gyermekek jövőjéről, a csokról és az ápolási díjról szól, illetve hogy az ezekkel kapcsolatos törvények kétharmados védelmet kapjanak, mondta el Vinnai Győző. A párt országgyűlési képviselője 5 polgármesterrel közösen demonstratív jelleggel töltötte ki a kormány 8. konzultációs kérdőívét. Úgy ítéltük meg, hogy itt nem napi politikai ügyről van szó, nem ellenzék és kormánypárti csatározásról van szó, hanem egy sorskérdésről, a 21. században a magyarok sorskérdéséről, hogy hogyan tudjuk a népességfogyást megállítani, a demográfiai mutatókat megváltoztatni, és hogyan gondoljuk el a jövőt, hogy mi magyarok itt Magyarország területén képesek vagyunk-e
ezt a földet meglakni és megművelni, ha szabad így fogalmazni. Tehát több gyereket szeretnénk, hogyha több gyereket vállalnának a magyar családok, és ezt egy konzultációs kérdőívben, amely a családok védelméről szól, a csok kiterjesztéséről szól, a gyermekek jogairól szól, azt szerettük volna bemutatni mindenkinek, aki kíváncsi erre a témára, hogy a polgármesterek úgy gondolják, hogy településükön ez egy nagyon fontos kérdés. A gazdasági élet előmozdításában mind országos, mind megyei szinten kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, melyeknek turisztikai, kulturális és foglalkoztatottsági vonzatai is vannak, emelte ki Szabó Tünde országgyűlési képviselő a Kelet-Magyarország Top 100 rendezvényén. Idén is megrendezték a megye meghatározó gazdasági szereplőit bemutató eseményét Nyíregyházán. A rendezvényen az is elhangzott, a megyében jelentősen csökkent az álláskeresők száma, élénkült a gazdaság, illetve 90 milliárd forint értékben zajlanak a különböző programok a terület és település fejlesztési operatív programon belül. A Kelet-Magyarország megyei napilap 1999-ben teremtett hagyományt azzal, hogy minden évben önálló kiadványban foglalkoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye top cégeivel. A kiadványt egy gazdasági fórummal egybekötve idén is bemutatták Nyíregyházán. A rendezvényen Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte, a megfelelő gazdasági fejlődés teszi lehetővé az ország és megye szerte zajló sportinfrastruktúrális beruházásokat. Mára már jól tudjuk, hogy a sport rendkívül gyorsan és dinamikusan fejlődő ágazat, talán azt is lehet mondani, hogy a leggyorsabban fejlődik, amely rendkívül pozitív hatást generál szinte valamennyi területre. Így jelentősen kihat a család, az ifjúság, az oktatás, a kultúra, a szociális területekre, de kihat a turizmusra és a gazdaság élénkítésére is. Éppen ezért a kormány kiemelt stratégiai ágazatként nyilvánította a sportot, hiszen a sportberuházások és fejlesztések gazdaság élénkítő hatásai jól érzékelhetőek és jól mérhető eredményeket produkálnak. A megyében folyamatosan nő a foglalkoztatottság, és egyre kevesebb az álláskeresők száma, sőt, ma már munkaerőhiányról lehet beszélni a megyében. Ezt már Román István mondta előadásában. A megyei kormány megbízott kiemelte, több programmal is segítik a foglalkoztatottság növelését, csak 2018-ban 10 milliárd forintból közel 4000-en vehettek részt támogatott foglalkoztatásban. És az országos átlagtól még el vagyunk maradva a foglalkoztatási rátában, viszont az aktivitási rátánk az már az országos átlagot meghaladja. Ez egy olyan szám, ami azt mutatja, hogy hány olyan ember van a megyében, akik valamilyen munkát végeznek, legyen szó a munkaerőpiacról, vagy akár a közfoglalkoztatásról. És nem vagyunk már sereghajtók, tehát jelentem önöknek nagy tisztelettel, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az önök munkájának eredményeképp is foglalkoztatottak tekintetében nem sereghajtó, sőt az Észak-Alföldi régióta nézzük, akkor mind Borsod megyénél, mind pedig Hajdú-Bihar megyénél nagyobb, jobb számot kapunk, ha a foglalkoztatottak számát tekintjük. Országos szinten a második legtöbb forrás a megyébe érkezik a terület és településfejlesztési operatív programban, hangsúlyozta Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, aki hozzátette, a közel 90 milliárd forint összköltségű fejlesztések a gazdaság élénkítését is szolgálják. Ezeknek a feladatoknak pontosan az a célja, és ezek a célkitűzések azt szolgálják, hogy a gazdasági élet szereplői számára itt helyben, a megyében, a megye településein a lehető legjobb feltételeket és körülményeket tudjuk biztosítani. Nem direkt gazdaságfejlesztési célokról van szó, azonban minden egyes projekt tekintetében a forrás allokáció azoknak a szempontoknak a figyelembevételével történik, hogy hogyan tudják ezek szolgálni a gazdaságfejlesztést. A rendezvényen átadták a gazdasági díjat is, ezt idén az Eisman Automotive Hungária Kft. Ügyvezetője Böszörményi Attila vehette át. Európai parlamenti választásokat tartanak jövő májusban hazánkban. Magyarország történetében ez lesz a negyedik ilyen jellegű voksolás, várhatóan 2019. május végén. A választás egyfordulós, listás szavazás, amelyen Magyarországon csak pártok indulhatnak. Az ország az EP javaslata alapján a jövő évi választásokon is 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe. Az a párt állíthat listát, amely legalább 20 000 választópolgár aláírását összetudja gyűjteni.
gyűjteni. A jövő évi választást a Brexitnek köszönhetően már Nagy-Britannia nélkül tartják. Az a probléma, hogy a legutóbbi alkalommal már 30% alá esett a magyarországi részvétel aránya, és rendkívül fontos kérdésekről döntenek, az egységes piac működéséről, az olyan kérdésekről, amelyek a mindennapi életünket befolyásolják, az európai költségvetést mire költjük, milyen mértékben működjünk együtt különböző területeken. Ezért rendkívül fontos az, hogy sokan vegyenek részt, befolyásolják szavazatukkal, hogy mi történik Európában, így közvetetten befolyásolják az Európai Unió jövőjét is. Mikor arról beszélünk, hogy Brüsszel, akkor ez nem egy távoli dolog, hiszen a döntéseket, a legfontosabb döntéseket az Európai Parlamentben hozzák, illetve a különböző miniszteri tanácsi formációkban. Az Európai Parlamentben a közvetlenül általunk megválasztott képviselők döntenek, tanácsban pedig az általunk megválasztott kormány képviselői hozzák meg a döntéseket. Ezért így, ha a szavunkat hallatjuk, akkor az európai döntéseket is tudjuk befolyásolni. Zubkó Gáborral a témáról részletesebben 35 perc című műsorunkban ma este beszélget Erdei Nagy Ibolya. Tizedik alkalommal látogatta meg Nyíregyháza polgármesteri hivatalának Mikulása, a Jós András Oktató Kórház gyermekosztályát. Idén 150 fekvőbeteg gyermek kapott csomagot, ezzel is segítve a gyógyulásukat. Virgácsot senki sem kapott a csomagban lévő édességnek, pedig nagyon örültek a kisbetegek. Ez egy nagyon szép hagyomány, a polgármesteri hivatal által szakszervezet szervezi, hogy eljövünk ide a gyerekosztályra, és az itt betegeskedő, inkább remélem gyógyulgató gyerekeknek egy Mikulás csomagot hozunk. Itt a Mikulás, itt az Angyalka, úgyhogy én remélem, hogy a fogadtatás is olyan lesz, ahogy szokott, és segíti az így gyógyuló gyerekeket, minél előbb hazakerüljenek. Tizenharmadik alkalommal rendezik meg az adventi kupát Nyíregyházán. A kispályás labdarúgó tornán a Városháza és a kormányhivatal csapatán kívül a 4 történelmi egyház, a görög katolikus, a római katolikus, a református és az evangélikus egyházak együttesei mérkőznek meg egymással csütörtök délután. A célja az, hogy a sport által is erősítsük az egymáshoz tartozást, segítsük ezzel mi is az advent várásnak a magasztos eszméjét, és kimondva kimondatlanul az is cél, hogy ritkán van arra alkalom, hogy az egyházi világi méltóságok alkalmazottak le tudnak egymással ülni, beszélgetni, mert itt nem csak labdarúgó mérkőzésről van szó, hanem ezek között közös szurkolás, baráti beszélgetés, közös vacsora, ez mind-mind az embereket hozza közel egymáshoz. A romániai Nagybánya csapata nyerte a 25. Móricz Kupa nemzetközi lányröplabda tornát. A második helyet a Vasas szerezte meg az Újpest előtt. A házigazda csapatai a 6. illetve a 12. helyen végeztek a tornán. 12 csapat részvételével rendezték meg az elmúlt hétvégén a 25. Móricz Kupát. Az U15-ös korosztály számára kiírt tornán a hazai élcsapatok utánpótlás együttesei mellett 5 külföldi gárda fiataljai is pályára léptek a Móricz és a Kertvárosi iskola csarnokában. A házigazda képviselői az elmúlt 2,5 évtizedben rendre a dobogón végeztek, ezúttal azonban picit átrendeződtek az erőviszonyok. Nagyon magas szinten röplabdáztunk a hétvégén. Ez az is bizonyítja, hogy akit mi szakemberek, edzők úgy gondoltunk, hogy az 1-4-be bekerül, az az 5.-8. helyen játszott a mai nap folyamán, és teljesen átrendeződött az 1-4-nek a sorsa. Tehát ez is igazolja, hogy nagyon magas szinten röplabdáztunk. Sajnos mi is közte vagyunk. Nekünk sem sikerült tegnap délután a 4-be bekerülni. Attól az utétól kaptunk ki, akinek örültünk, hogy ellenfél lesz, mert 2 héttel ezelőtt Szegeden sikerült 2-0-ra legyőzni, de hát mindig más a minden mérkőzés, úgyhogy sajnos most 2-1-re kikaptunk, és ezzel már csak az 5.-8. hely között játszhattunk, és ez egy kicsit elkeserített bennünket.
A Móric végül a 6. helyen zárt, míg a házigazda második csapat a 12. helyen fejezte be a tornát. Az edzőnő a csalódáskeltő eredmény ellenére is bizakodva tekint a jövőbe. Nagyon akartak a lányok, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ez jókor jött és jó időben, és eredményesen fogunk felkészülni úgy a világbajnokságra, ami március 30-április 6 között lesz Horvátországban, úgy a többi döntőkre. Tehát én azt gondolom, hogy szeptembertől, ahogy indítottuk a felkészülési tornákkal az évet, azt gondolom, hogy nagyon sokat haladtunk előre, és én bízom a lányokban, hogy évvégén még azért boldogok leszünk, és örülni fogunk az eredményeknek. A tornát végül a romániai nagybánya csapata nyerte a Vasas előtt, a 3. helyet az Újpest szerezte meg, míg 4. a szlovákiai Eperjes zárta a Móricz kupát. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, december 5-én szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Északnyugati áramlással több fokkal hidegebb, óceáni levegő áramlik a Kárpát-medencébe. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható. Párás lesz a levegő, éjszaka zúzmaráskor is képződhet. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Hó, havas eső várható, majd estétől újabb csapadék hullám érkezik, melyből hó, havas eső, eső, ónos eső is eshet. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. A hét hátra levő részében csak rövid időszakokra süthet ki a nap, az erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Elsősorban szombaton sok felé kell számítani esőre, de pénteken az északkeleti, keleti megyékben az eső mellett ónos eső, havazás is előfordulhat. A hétvégén érdemben nem változik a csúcs hőmérséklet, a jövő hét elején azonban ismét hidegebb levegő érkezik fölénk.